Fehérváron történik. A Szent István Székesegyházba is ellátogattak a gyerekek, hogy ott megismerkedhessenek az egyházmegye főtemplomával és Székesfehérvár történelmével. Spány Antal főpásztor a püspöki palotában fogadta őket. Úgy gondolom, hogy ezek a találkozások, az itteni élmények kihatnak egy életre szólóan, akármelyik csoporthoz is tartozik valamelyik gyerek, és ezek az élmények elkísérik és erőt adnak neki arra, hogy mindig tudjon jó lenni, és tudja a világot is jobbá tenni. A Rabko Milan egy határmenti faluban lakik Ukrajnában. Ő is annak a csapatnak a tagja, akik ellátogattak Budajkra. 40 kárpátaljai Beregszász és környéki magyar ajkú gyermek táborozik a mindenkor segítő Szűz Máriak egy helyen. Már tetszik ez a hely, meg a programok, és még a szállás is jó, puha az ágy, minden, a papok is kedvesek, nagyon, és jó. Tavaly ősszel hívta meg Mórosz Tamás plébános paptársaival a rendkívül nehéz körülmények között élő kárpátaljai magyar fiatalokat. Nagyon boldog vagyok, hogy a gyerekek el tudtak jönni, itt tudnak lenni Budajkon. Egy gyönyörű hetet tudtunk összerakni nekik itt a Budaj környéki értékeinkben, és szeretnénk, hogy megérezzék, hogy fontosak, és támogatni szeretnénk őket, amiben csak tudunk. A gyerekeket a héten számtalan élmény várja. Ellátogatnak egy kalandparkba, siófoki kalandhajózás várja őket vonatozással, városnézéssel és fürdéssel, de koncertre is mennek, sőt szekeres városnézés és tekézés is helyet kapott a programok között.